Nagy Bálint kifejtette, az uniós csatlakozással jelentősen megnőtt a négyes számú főút forgalma, elsősorban a tranzitforgalom, ezért döntötte korábban egy a településeket az átmerő forgalomtól tehermentesítő út megépítésén. Hozzátette, a kormány célja a közlekedés biztonság növelése, emellett a közlekedés politikán keresztül a lakosság mobilitásának, a gazdaság fejlődésének, továbbá a vidék megtartó erejének az erősítése. Az elmúlt időszakban, hogyha 2017-től vizsgáljuk, hogy megindult az M4-es útnak négy szakaszban a kivitelezése, megépítése, akkor jelentős lépéseket tudtunk már tenni e tekintetben. A teljes szakasz, hogyha Budapest M0-ástól nézzük Nagykerekéig a országhatárig, akkor közel 224 kilométerről beszélhetünk. Az elmúlt években, 2017-től tavalyi évig, négy ütemben, ahogy említettem, közel 120 kilométer tudott megújulni már ezekből a szakaszokból, nagyságrendileg 308 milliárd forintért, és elmondhatjuk, hogy három ütemben, Budapest M0-ástól egészen ide Törökszent Miklósig el tudott készülni három ütemben az idáig tartó szakasz, ezzel párhuzamosan az elmúlt években el tudott készülni az országhatártól egészen Berettyóújfaluig húzódó szakasz, és közte van az a rész, ahol most lehetünk, gyakorlatilag Törökszent Miklós és Berettyóújfalu között, ahol pedig a terv az az, hogy a mostani pillanattól kezdve akkor elindulhat a kivitelezés egészen Törökszent Miklóstól Kisújszállásig egy nagyságrendileg 34,5 kilométeres szakaszon 139 milliárd forint értékben, és a fönnmaradó, ezen kívül fönnmaradó Kisújszállástól Berettyóújfaluig eső rész, ami valamivel több mint 60 kilométer, ennek pedig az előkészítési, tervezési munkálatai zajlanak. Én azt gondolom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy minden esetben fontosak azok a típusú infrastruktúrális fejlesztések, beruházások, amik az előbb említett célokat szolgálják, de azt gondolom, hogy különösen igaz az, hogy amikor a szomszédunkban dúló háború, az elhibázott brüsszeli szankciók, hát idézőjelben mondom, hogy eredményeként nehéz gazdasági helyzetben van, azt gondolom, hogy mindenki, beszéljünk akár a cégekről, önkormányzatokról, államról. Ilyen esetben különösen fölértékelődik a fejlesztések fontossága, és különösen fölértékelődik, és jól meg kell, hogy becsüljünk, azt gondolom, minden négyzetméternyi új aszfaltot, vagy pedig felújítást, építést. E tekintetben is azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy ez a mostani projekt, az M4-es, az folytatódni tud. Herceg Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a térséget érintő M4-es és az M44-es gyorsforgalmi út kivitelezése is folytatódik. Több évtizedet vártunk arra, hogy ilyen biztonsággal, ilyen minőségi úton tudjuk megközelíteni a fővárost, és végtelen nagy öröm volt mindannyiunk számára az is, hogy a mi választókerületünket itt Törökszent Miklósnál északi oldalról érte el egy ilyen minőségi út, és a Tiszazugot pedig a déli részen az M44-es, amely ugyancsak szintén épül tovább. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon fontos fejlesztés az, amelynek a projektnyitóján vagyunk ma jelen, és hát végtelen öröm számomra az is a választókerület elnökeként, hogy a két érintett település, amely ugye itt húzódik tőlünk, vagy itt a hátam mögött, tőlünk keletre, ugye Örményes és Kuncsorba, az ott élő polgárokat is nyilvánvalóan kedvezően fogja érinteni, a helyi gazdaságfejlesztést kedvezően fogja befolyásolni abban az esetben, hogyha ez az út tovább épül. Amit még el szeretnék mondani, igaz, hogy szervesen nem ehhez a beruházáshoz kapcsolódik, de nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az alacsonyabb rendű utak fejlesztése is nagyon fontos és kiemelt szerepet tölt be Magyarország kormánya és az Építési és Közlekedési Minisztérium által. Nagyon örülök annak, hogy miniszter úr is kiemelten kezeli azt, hogy az alacsonyabb rendű utak fejlesztése is megtörténjen. Ezeknek a forrása ugye más lesz, alapvetően részben nemzeti forrás, hiszen a Magyar Falu programból is lesz majd erre lehetőség, de a TOP Plus projekt rendszeréből is jó néhány fejlesztési forrás, vagy nagy mennyiségű fejlesztési forrás fordítódik majd ezekre. Huba Imre, a Jászhegykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, az M4-es az ország egységét, a gazdasági térségek közti különbségek megszűnését, a felzárkózás jelenti, amely évtizedeken át meghatározza a térség fejlődését. A négyes számú főút, ami mellett állunk, a régi szakasza, a Törökszent Miklós bevezető szakasza, rendkívüli
terheket kellett, hogy elviseljen évtizedeken keresztül. Ezt ettől tehermentesítette, amikor részben elkészült az M4-es gyorsforgalmú Törökszent Miklóst elkerülő szakasza, és a Törökszent Miklósiak már akkor fellélegezhettek, hogy az a fajta zsúfoltság, amit okozott a 4-es átmenő forgalma, attól megszabadult a város, és elindulhatott egyfajta biztonságosabb, zöldebb, tisztább környezet és élhetőbb település irányába. Most pedig alig várjuk, hogy folytatódjon az M4-es építése, hiszen ugyanez a térségben számos más települést, Fegyverneket, Kenderest, Kisújszállást, Karcagot fogja tehermentesíteni, és egészen Nagykerekig, az országhatárig, Berettyújfalu érintésével egy olyan úthálózatnak a részeként fog működni, amely évtizedeken, akár egy évszázadon át is meg fogja határozni a térségünk fejlődését. Az M4-es új szakasza, a 2022. februárban átadott Abony-Törökszent Miklós szakasz folytatásaként kétszer kétsávos autóútként épül a Kisújszállás elkerülő végéig. 25,5 kilométeren új nyomvonalon épül Törökszent Miklós és Kisújszállás között. 8,7 kilométeren a Kisújszállás elkerülőnél a meglévő kétszer egysávos szakasz bővítése történik meg. Kenderes térségében komplex pihenőhelyet alakítanak ki töltőállomással, Bartapusztánál egyszerű pihenő lesz tengelysúlymérőhellyel. A szakaszon 11 aluljáró és 2 felüljáró épül, olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiadott sajtóközleményben.